kortól függetlenül egészen gyerekkortól szépkorúakkal bezárólag játszunk, úgyhogy mondhatjuk így, hogy egészséges emberek és hogy egyfajta handicappel indulók. Sok olyan gyakorlónk van, akik úgymond versenyeznek is, de még ettől fontosabb az, hogy mit jelent a mindennapi élet szempontjából az életminőség javulásában az, amit elérnek. Ez a három terület, amiről szó volt, a test fizikális állapota, egy mentális és egy érzelmi állapot. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy ha megvan mondjuk valakinek egy olyan problémája, mint a szellemi fogyatékosság, akkor az érzelmek megélése a sok esetben sokkal intenzívebb. Mi azt keressük megoldást gyanánt, hogy hogyan lehetne mondjuk elképzelni folyamatokat, ezt mindenki az esetek jelentős részében képes csinálni, erre vannak gyakorlatok, hozzá érzetet rendelni. És ilyenfajta módon ezt a saját élményű mozgást létrehozni. Különleges és nagyon gyors dinamikus fejlődések vannak. Minden típusú problémával. Van nagyon jó kapcsolatunk a gyerekrehabilitációs osztállyal Nyíregyházán. Sok olyan gyerek, akinek hát az egyszerű problémák nyilván a testtartás és az ahhoz kapcsolódó problémák, de akiknek már ilyen súlyosabb fogyatéka, betegség, baleset vagy bármilyen okból kifolyólag, és járnak hozzánk rendszeresen. Túl azon, hogy a mozgás koordinációban egy nagyon komoly változás, az a világlátás. Tehát ahogyan érzi magát a világban, ahogy gondol magával kapcsolatban. Mindenkit úgymond egészséges emberként nézünk és kezelünk, nem lehet másképp, teljes emberként kezelünk. És abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor látja, hogy a bánásmódban nem ez van, hogy nincs ez a megkülönböztetés, hogy ilyen meg olyan. Bekerül egy egészséges közösségbe, ahol nincs ez a fajta kettős mérce, vagy ez a furcsa szemüveg, amivel látni lehetne a gyerekeket. És elindul ebben a támogató közegben egy olyan fejlődés, amiben az élményszerűség a meghatározó. Nyilván sokkal mondhatjuk azt, hogy ezt most könnyű csinálni, vagy nehéz csinálni. Ami izgalmas az, hogy minden dolog nagyon természetes.